Ebben a videóban megmutatom nektek, hogy hogy szoktunk Gergővel göllabdázni. Ez a olyan foci. Annyi a lényeg, hogy gördeszkán közlekedik, és kézzel üti a labdát, nem lábbal rúgja. Én megkapuskodok. Mint látjátok, új felszerelésem van. Erről majd fogtok információt kapni. Hát akkor kezdjünk is bele. Meg kell állni rendesen. Kicsit felbeli. Ez egy kicsit. Egyébként lecsúszott a kezem, mert már megint a cucc. Ez lesz hosszú életű. Vegyünk át a másik oldalt. Mi? Vegyük át. Nem. Ez jó, hogy szakítom, hogy ezt tudom csinálni. Thank you.
a sulinkban április 11-én lesz ilyen Petrik nap, ugye iskolánk névadójának a napja. Ezen a napon fogunk sporteseményeket és egyebeket tartani. Mindenféle kvíz meg ilyen tudáspróbák. A görlabda is köztük lesz. Ugye mi, aki űzzük ezt a sportot, nyilván benne leszünk, főleg sérültek. Jöhetnek ugye egészségesek is, a lényeg, hogy ők is megismerjék ezt a sportot és megszeressék. Gergő is ott lesz, mert elintéztem az iskolával, hogy jöhessen. Jöhet. Ez a legjobb fiam! Lehet, hogy egy kis törött így a fokhoz jönni. Lekárgáztanak el. Elája! Oké. Okay. Jó, hát készen is van. Szemértem el. A gurulás. Az mekkora volt! Tiszta próbálja, ha lehet. Mekkora védes lett volna. Nehogy még bárt egy felüljek. Oké, okay. Nem úgy csalódni, és hozzáér rámpál, hogy... Tirip, tirip! De így! Megfogtam.
Na, szerintem befejezhetjük ezt a videót egyébként. Jó! Na, örülök, hogy... Gyere közelebb bele! Meg mi? Na srácok, látjátok, ennyi idő alatt is leizzadtam, mint a ló. Ez egy jófajta előkészület a 11-ei megpróbáltatásokra, addig még megpróbálok edzeni valamit, hogy ne úgy nézzek ki, mint Király Gábor a mackó nadrágjában. Örültem, hogy itt voltatok, legyen szép napotok. Sziasztok! Sziasztok!